miniszter lesz a csütörtök este vendége, fél 11 után kezdünk, számítok önökre. Amint először megláttam Jacqueline Susan-t, rögtön beleszerettem. Egy parádés Broadway darabban játszott főszerepben. Mondja, hogy a hírnév tüzővénálatban itt egy jó főzim, tárra célzőben! Ez jó? Egy könyv! Ugyan, Irving, az olvasás még nem oldott meg semmi. Nem is olvasnia kell. Miért beszélsz, aranyom? Könyvet fogsz írni. Gyengéden átkarolt és simogatta aját, ó lányom, megtörtént. Hát, Debbie, neked ez a moslék tényleg irodalom? Valahogy nem, de le sem bírtam tenni. Két ember, Kőbálita és Mitrai Tamás, őrület. Ez tökéletes, sőt még egy kicsit kijebb is lehet, igen. És akkor gyakorlatilag ezt a csuklót, vagy az ujjakat el kell engedni, és így forgatni kell benne a lapát. Ez a lényeg. Meg lehet fogni itt oldalt. Igen. Igen, és egyszerre leereszkedni. Bele az üle, azaz. Tökéletek. Ez lesz ma este. Sárkány a művelet. François Perrin, a kétbalkezes újságíró hosszú szünet után végre állást kap a milliárdos sajtóváltás egyik lapjánál. Éppen riportot készít egy nagy áruházban, amikor vesztére belebotlik a nagyfőnök elkényeztetett csemetéjébe. Azt! Nem kapasz olyan lény vagy bácsit. Jó napot, uram! Nem könnyű esett az ifjabb rávárkosi. Jóslat, bogaram! Remekül! Azonnal le kell állítani a hülyeségeit! A játékszer. Pierre Richard-ra a péntek este a Magyar Televízió képernyőjén. Péntek este Európarti a Magyar Televízióban Bálintnak alkalmából. Itt lesz többek között a Desperado, a Romantik, a Brookhouse, Karácsony János, de Melanie T. is köszönti a nézőket. Tehát Európarti pénteken várom önöket. Jó estét kívánok! A női kosárlabda Euroliga 12. csoportfordulójában a Mizópécsi VSK Como csapatát fogadta. A Rádgéber lányok győzelme a hazájukban listavezető olaszok ellen a biztos harmadik hely megtartását, esetleges veresége viszont a továbbjutás veszélybe kerülését jelentette. A negyedik percben 11-2-re vezettek a sötétmezes olaszok, a Mizó PVSK azonban szívós munkával a félidőre megfordította az eredményt, és egy pontos előnyt szerzett. A harmadik negyedben a vendégek zónavédekezése ellen remekül játszott a Pécs, és a hajrához érkezve Iványi Dalma vezérletével 10 pont fölé tornázta a különbséget, eldöntve ezen a mérkőzés. A Mizó PVSK 83-70-es győzelme biztos továbbjutást jelent a Rádgéber csapat számára. A portugáliai világbajnokságon még együtt szerepeltek legjobb férfi kézilabdázóink, ezen a héten azonban már mindenki a saját klubját erősítette. A hazai bajnokság csütörtöki rangadóján a Dunafer és a Szeged 40. alkalommal találkozott egymással. Több mint 9 hónap után elveszítette bajnoki veretlenségét a Pik Szeged együttese. A sötétmezes szegediek ugyanis 32-34-re kikaptak a Dunafer otthonában. Budai Ferenc csapata az első félidőben 4 gólos hátrányban is volt. A második félidő elején 3 góllal vezetett a Pik Szeged, viszont fantasztikus küzdeni akarással a Dunafer visszahozta a mérkőzést, és a végén mindent megtéve a győzelemért kiharcolta a 2 pontot. 32-31, tehát 2002. május 5-e óta először kapott ki bajnoki meccsen a Pik Szeged. Az elmúlt két versenynapon 6, illetve 300 másodpercen múlott az aranyérmek sorsa az alpesi sívilágbajnokságon. Ma a női óriás nőlesütlásban azonban szó nem volt nagy csatáról. Egy nappal azután, hogy Bodi Miller mindössze 300-al győzött férfi óriás nőlesütlásban, a svéd Anja Persson a nők hasonló versenyében a világbajnokság eddigi legfölényesebb sikerét aratta. A legendás Ingemar Stenmarkkal egy faluból származó Persson mind a két utamban a legjobb időt érte el, és végül több mint másfél másodperccel előzte meg Denise Carbon, aki az olaszok első számú érmét nyerte. A harmadik hely a kanadai Edison Forsythé lett.
A nagysztárok közül a világbajnok svájci Sonja Neff a második futamban elhagyta az egyik botját, és így 8. jött be. Az olimpiai bajnok Janica Fosterit pedig beleakadt az egyik kapuba, súlyos válsérülést szenvedett, és csak a 13. helyet szerezte meg. Szerdán 28 barátságos labdarúgó mérkőzést játszottak a világ számos pontján. Franciaországba a csehek látogattak el. Karel Brückner tanítványai 10 mérkőzés óta nem kaptak ki, sőt a 11-en sem. Zinedine Zidane trükkjei általában tetszést aratnak a francia szurkolók körében, akadnak persze kivételek. Igaz, a félre sikerült Oxy után Rámé kapus betűje is kellett Zdenek Grigera góljához, amelyel a 7. percben vezetést szereztek a csehek. Zidane ugyan megpróbált javítani, ám labdája elkerülte a kaput, mint ahogyan a másik oldalon Bahoušek lövése is. A szünetben egyébként Trezegé, Pires és Vieira is beállt a francia csapatba, ám a nyerő embernek nem ők, hanem az alig 4 perce pályán lévő Liverpool csatár Milan Baros bizonyult, miután a 61. percben kialakította a 2-0-ás végeredményt. A labdarúgás históriás könyvének újabb fejezetére írta be a nevét Raúl a spanyol-német mérkőzésen, mégpedig egy pompás góllal. A hazaiak csapatkapitánya a 60. válogatott déli fellépésén 36-szor volt eredményes, ezzel ő minden idők leggólerősebb spanyol játékosa. A 31. percben esett gólra 8 perccel később egy szöglet után Bobic válaszolt, bár erről ő tehetett a legkevésbé. A második félidő elején Jeremis riogatta Casillas, de emelése után a felső részen csattant a labda. A túloldalon a mezőny legjobbjával Raúlba rúgott bele Wörns a büntető területen belül, és a 11-esből a sértett másodszor is túljárt Káneszén. A hajrához érkezve az alig néhány perce pályán lévő Guti elé került a labda, és a Real csere csatára is lőtt egy volt. A spanyol együttes így 3-1-re győzött, és a világbajnokság óta, vagyis Iñaki Sáez irányítása alatt továbbra is veretlen. Még egy kis hír a végére, az asztali tenisz női szuperligában Magyarország-Horvátország 3-1, ezzel a magyarok a második helyen végeztek, ami azt jelenti, hogy az Európa bajnokságon majd könnyebb ágra kerülhet a magyar együttes. Holnap reggel 7 óra után pár perccel Zelenka Ildikó várja majd önöket, én köszönöm figyelmüket, további kellemes csütörtök estét, viszontlátásra!